estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Június 22-én 16 órától várja az érdeklődőket itt Székesfehérváron a Múzeumok Éjszakája programsorozata. A kultúrát kedvelők közel 100 program közül választhatnak idén. Tavaly rengetegen választották a múzeumokat az ágy helyett az év leghosszabb éjszakáján. Nem véletlen, hiszen a Múzeumok Éjszakáján rendhagyó programok várják a kultúrát kedvelőket. Idén sem lesz másképp, közel 100 program közül lehet majd választani Fehérváron belül és a környező településeken. Gyakorlatilag a Szent István Király Múzeum majdnem az összes kiállítóhelyen részt vesz, ezt most talán így felsorolni nehéz is lenne. Nagyon részletes programleírás található ugye a kiadványokban. Ami különlegesség, hogy gyakorlatilag az általánosnak mondhatott állatvezetések, amik közel sem általánosak lesznek, azt hangsúlyozom, majd minden helyszínünkön megtalálható, nagyon sok helyszínünkön zenei kísérlet, gyakorlatilag koncertek lesznek, és fényfestésekkel készülünk még, tehát kihasználva egy picit az éjszakát, az éjszakai sötétet, egy kicsit látványosabb megoldásokra próbáltunk törekedni idén. Gyakorlatilag a nemzeti emlékhelyünkön ugye megszokott volt, hogy évről évre ilyen fáklyást állatvezetés van, most itt picit szakítunk a hagyománnyal és nem fáklyázunk. Tehát itt, ahogy az előbb is említettem, itt egy fényfestés segítséggel próbáljuk megeleveníteni gyakorlatilag az egykori bazilika történetét egy állatvezetés kíséretében. Ezt mindenképp különlegességnek említeném, illetve újításnak. Nagyon fontos, hogy idén Gorzium is becsatlakozik a múzeumok éjszakájába. Ide is, ugye, ahogy elhangzott a megnyitón, ingyenes buszjáratok indulnak, tehát a kijutás az aránylag egyszerű lesz bárki számára, de természetesen gépjárművel is ki lehet jutni. Itt a Mitrászhoz kapcsolódóan lesznek előadások, foglalkozások és érdekesebb játékos foglalkozások. A Tálci Gorzium, a Szabadbattyáni Kulétorony és a Pákozdi Katonai Emlékpark is várja az érdeklődőket, de idén Herendre is indul busz Fehérvárról. Az idei évben már valószínűleg mindenki számára egyértelmű, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum zárva van felújítás miatt. Viszont attól, hogy mi itt legalábbis az épületünk be van zárva, a gyűjteményünk látogatható, de nem Székesfehérváron, hanem Herenden. A Herendi Porcelán Manufaktúra meghívására a Porcelánművészeti Múzeum időszaki kiállítóhelyén nyitottunk egy nagyszabású kiállítást, gyakorlatilag szinte a legjobb műtárgyainkat bocsátottuk ennek a kiállításnak a rendelkezésére, és a múzeumok éjszakáján lehetőséget biztosítunk arra, hogy előre regisztrált látogatók egy busszal leutazzanak Herendre, ott nagyon izgalmas tálatvezetésen, koncerten és a Porcelán Manufaktúra meghívására egy kis tálatvezetésen vehessenek részt a ottani mini manufaktúrában, majd ezt követően közösen visszajövünk Székesfehérvárra. Hát egy egészen rendhagyó és izgalmas programmal, de most az utazás tematikához kapcsolódva elutazva Herendre várjuk a látogatóinkat. Ez a program illeszkedik az idei tematikába, ami a robotika és az utazás. Az emberek szívesen mennek múzeumba, de mégis azt gondolom, az első lépést nehéz megtenni sokszor. Megszervezni, lehetőséget teremteni rá, előteremteni azt a pénzt, ami sokszor talán, azért nem is olyan egyszerű egy családnak ezt létrehozni, megteremteni. Van egy nap, amikor a Múzeumok Éjszakája nevű programban vehetünk részt. Megnyílnak sok olyan intézmények, megnyílnak sok olyan múzeumok, sok olyan lehetőséget tudunk megnyitni az emberek előtt, ami máskor szinte lehetetlen, oda nem lehet bejutni, és most ott van és kínálja magát. Mindössze egy karszalagot kell igényelni, fölvenni, egy kis adományt adni érte esetleg cserébe, és sok-sok helyszínen, sok-sok érdekességet, szépséget találhatunk, ami lelkünket, szívünket gazdagítja. És a mi örömünk, a mi látogatásunk megteremti annak a lehetőségét, hogy sok-sok szegény sorsú fiatal, hátrányos helyzetben élő fiatal tudjon eljönni Székesfehérvárra, megnézni a mi életünket, megnézni ennek a városnak szépségeit, kincseit, tudjanak ők is gyarapodni a múzeumunk lelki és szellemi gazdagságával. És ugye ennek a rendezvénysorozatnak, mint minden évben, idén is van központi témája. Milyen üzenetet hordoz? Úgy gondolom, hogy a számítástechnika és az utazás összekapcsolása egy nagyon modern szlogen ennek a idei programsorozatnak.
amelyben arra utalunk, hogy egyre érdekesebb látogatókísérő programokat tudunk létrehozni, tudunk ezek segítségével bemutatni az emberek számára olyan projekteket, olyan látnivalókat, amelyeket jobban meg tudnak érteni, közelebb tudnak kerülni hozzá, és nem kell hozzá más, talán egy okostelefon már elegendő, és olyan információkhoz jutnak, olyan részleteket tudnak meglátni, olyan részletgazdagsággal tudnak gyarapodni, amelyet különben józan ésszel a normális hétköznapi keretek között nem lehetne hozzájutni. Amikor erre a szlogenre gondoltak a szervezők, és ezt tűzték ki ennek az eszedőnek a programjaként, úgy gondolom, hogy a modernséget, a szépséget és minden ember vágyát is valahogy belefoglalták, mert legtöbb ember szeret utazni. A város polgármestere szerint a múzeumok éjszakája értékeket közvetít. A város szinten minden kulturális intézménye kiállító helye készül az estre. Azt hiszem, hogy nagyon szép lehetőséget, hogy találkozási pontok legyenek azok a kulturális intézmények, tárlatok, közösségi terek, amelyek szerencsére szépen megtalálhatók Székesfehérváron, amikor van lehetőség arra, hogy különleges körülmények között, hiszen az esti órákban esetleg már egy kicsit sötét időszakot is kihasználva, tényleg nagyon hangulatosan körbe lehessen ezeket járni, meg lehessen nézni az aktuális gyűjteményeket, tárlatvezetésekkel lehessen részt venni, koncerteket lehessen meghallgatni. Ezt ráadásul nem csak Fehérváron, hanem Szabadbattyánval, Tácz-Gorziumban, Pákozdon, vagy éppen most Herenden is meg lehessen tenni. Közben lehessen egymással találkozni, értéket kapni, hiszen ez a rendezvény abszolút értékközvetítésről is szól. És hát, hogy nem levegőben beszélünk, azt jól mutatja, hogy önmagában egy nagyon-nagyon széles és nagyon színes program kavalkád az, amit vár mindenkit, minden érdeklődőt június 22-én este, különlegességekkel, különleges programokkal, rendezvényekkel és egy térátadóval is, hiszen szeretettel invitálunk Spányi Antal püspök úrral közösen mindenkit a bazilika előtti térnek az átadására, hivatalos átadására június 22-én 18 órakor. Egy kis ünnepség keretében szeretnénk átadni, megáldani ezt a teret, utána pedig várni mindenkit nagy szeretettel a különböző múzeumok éjszakáján megjelenő programra, rendezvényre. És hogy átfutottam a programokat, akár polgármester úrral is találkozhatnak az érdeklődők majd. Hát nem tudom, hogy ez nagy élménye, de én igen, hagyományosan én is vezetek a Városházán csoportokat. Azt gondolom, hogy talán azért lehet egy kicsit különleges, mert néhány olyan dolgot is el fogok mondani, ami a mindennapokban történik a Városházán, kis kulisszatitkokat, ahogy szokták mondani, megmutatom a polgármester szobáját, a kis tanástermet, ugyanúgy, mint a dísztermet, koronahiteles másolatát, és sok mindent fogunk szakavatott idegenvezetőkkel közösen a Városházánkról mondani. Nem elfelejtve, vagy a magyar nyelv az nagyon szép és kifejező, a Városházáról beszél, arról beszél, hogy a mi közösségünknek egy fontos, kiemelten fontos központi épülete, az, amit városházaként tisztelünk, szeretünk, különleges történelmel, de nagyon szép jelennel, csodálatos belső gyűjteménnyel, műtárgyakkal, amiben ráadásul van a bazilika feltárásán talált nagyon szép műtárgy, ugyanúgy, mint akár a korona hiteles másolata, de más csodák is, úgyhogy nagy szeretettel várok majd én is mindenkit aznap este a térátadót követően a Városházán. A múzeumok éjszakája mennyire illik bele Székesfehérvár kulturális rendezvényeibe? Beleillik, hiszen mindig elmondjuk, hogy egy város közösségi életét a kultúra, az oktatás és a sport tudja meghatározni, és az itt élők közötti kapcsolatot szorosabbá tenni, úgy, hogy ráadásul folyamatosan invitálhatunk akár a múzeumok éjszakájára is a megyéből, vagy éppen határon innen, vagy határon túlról vendégeket. És azt hiszem, hogy ehhez a kulturális értékeink hozzátartoznak, kulturális értékeinket pedig így este bemutatva ez egy különleges esti szórakozást jelent. Ráadásul itt az adomány is mindegy 200 forint, persze aki tud esetleg többet, kérünk tőle, de önmagában a lényeg az a találkozás, és az, hogy ezeket az értékeket megmutathassuk, mások számára hozzáférhetővé tegyük, át tudjuk adni, és találkozási pont legyen ez az összes helyszín, a Borivártól a belvároson keresztül egészen a Gorziumig, hiszen a lehetőséget szeretnénk megadni, hogy az emberek egymással összefussanak, akár tudatosan, akár véletlenszerűen, jól érezzék magukat, otthon érezzék magukat, rácsodálkozzanak, milyen csodák vesznek bennünket körül,
és egyúttal nagyon szép élményekkel és értékekkel gazdagon távozhassanak majd. A karszalagokat szinte az összes helyszínen ki lehet váltani, a szervezők minimum 200 forintos adományt kérnek cserébe. A befolyt összegből idén is rászoruló gyerkőcök jöhetnek Székesfehérvárra a múzeumot látogatni. Nagyon fontos, hogy a karszalagokért nem kell fizetni, a karszalagokért adományokat kérünk, aminek a javasolt összege 200 forint, de ettől el lehet térni, ha lehet, akkor fölfelé. És a karszalagok a Turinform irodában átvehetőek hamarosan, illetve minden egyes helyszínen a látogatók vehetnek karszalagot. Idén annyi változás van, hogy a Borivárban nem lehet karszalagot kapni, oda karszalaggal viszont be lehet menni, és természetesen karszalaggal továbbra is fel lehet szállni a helyi járatos buszokra, illetve a Nosztalgia járatra is belépőként, vagy belépőjegyként szolgál a karszalag. Az adományokat kinek gyűjtik tulajdonképpen? Hova mennek majd ezek az összegek? Az adományokból hátrányos helyzetű gyerekek, vidéki gyerekeknek a múzeum látogatását támogatják azok, akik adományt adnak erre a célra. Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy azok a gyerekek is eljussanak múzeumba, akik számára még akár a mindennapi betevő is problémát jelent, nem hogy kulturális csemegéket fogyasszanak. Tehát ha valaki eljön a múzeumok részére, akkor gondoljon arra, hogy ezzel olyan gyerekeket támogat, akiknek az, ami neki természetes, hogy eljön múzeumba, akár múzeumok éjszakáján, akár máskor, ez szinte megoldhatatlan problémát jelent, és szeretnénk őket segíteni. Évi több száz, vagy majdnem 1000 gyereknek a utazását, illetve a múzeumi látogatását tudjuk biztosítani ebből az összegből, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon szép és nemes cél. Igen, pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy az elmúlt évek tapasztalatai milyenek, mit mutatnak, hány gyerkőcöt sikerült múzeum látogatásra hozni? Igen, tehát a tavalyi évben 843 gyerek jött 15 településről, idén még folyamatban van, tehát nem tudunk végleges számot mondani. Nagyon népszerű ez a kezdeményezés, tehát ezeket megkérhetjük országos fórumokon, és mindig több jelentkező van, mint amennyi a rendelkezésre álló keret. Tehát ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy aki az adott évben nem fér bele, a következő évben eleve bevesszük, hogy nehogy kimaradjon bármiből is. Kedves nézőnk, ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!